Jó estét kívánok, ez a Kommentár Klub, az m televíziós folyóirata, amelyhez a kommentár munkatársai szolgáltatják a szellemi muníciót. Mai adásunkban szó lesz a kulturális szuverenitásról és a politika térbeli rendjéről is. Amivel pedig kezdünk, az elmúlt 12 év alatt olyan intézményi reformot mentek végbe, amelyeknek köszönhetően ma Magyarország sikerrel őrzi kulturális szuverenitását. De hogy milyen viszonyban van a politika, a kultúra és a szuverenitás, ennek járt utána a kolléganőm, Marxéva. Fokoznunk kell nem csak az egyes ember teljesítő képességét külön-külön, hanem a nemzet együttes összmunkájának eredmény. Klébezber Kuno 1928-ban fogalmazta meg ezeket a gondolatokat. Az egyik legjelentősebb magyar kultúrpolitikus egyszerre tűzte ki célulat, a tudományos intézményrendszer és az iskolahálózat fejlesztését. Megreformálta az oktatást, amelynek köszönhetően negyedére csökkent az analfabéták száma Magyarországon. Máté Áron történés szerint Klebersberg tudta, hogy Trianon után egyetlen útja az országnak a szellemi értékek megőrzése. Elsőként ismerte föl, hogy a kultúra fegyver. Egy olyan fegyver lehet, ami gyakorlatilag a Trianon utáni blokád alá vont, hát nemzetközi elszigeteltségben, diplomáciai megbélyegzettségben való létezésnél a szellemi honvédelem részévé vált. Klebesbert Kunott törekvései jól látszik, hogy a nemzet legfontosabb összetartó erejének a közös értékeket tartotta, tette hozzá Máté Áron. A történés szerint ez az értékvédelem jelenik meg az Orbán kormány politikájában is. A nemzeti egység fenntartását a nyelv, a lakóhely, a vallás és a családi értékek védelmével próbálják elérni. A kultúra épsége pedig a nemzeti szuverenitás előfeltétele. Hét pontos családvédelmi akciótervet jelentek be. A kormány 2010 óta küzd a család egységéért és a család értékének megerősítéséért. Ennek része a családvédelmi akcióterv és a gyermekvédelmi törvény is. Brüsszel civilek és az ellenzék is sokat kritizálta a törvényt, amely kimondja, az iskolai szexuális felvilágosítás nem irányulhat a nem megváltoztatására, valamint a homoszexualitás népszerűsítésére. Célja, hogy senki ne szólhasson bele a szülők hogyan nevelik gyermekeiket, a pedofil bűnelkövetőkkel szemben pedig szigorúbb fellépést ír elő. A demonstrálók azzal vádolták a kormányt, hogy összemosták a pedofil bűncselekményeket a homoszexualitással. A kormány úgy döntött, hogy népszavazást kezdeményezünk öt kérdésben. A négykérdéses népszavazáson az egyre erőteljesebb genderlobbira lehet nemet mondani, valamint mindenki kiállhat amellett, hogy a gyermekek szexuális nevelésének joga a szülőket illeti. Vágvölgyi Gergely szerint a kormány dolga, hogy törvényeken keresztül védje a nemzetet és a nemzet alapegységének számító családot. Teljesen más úgy neki vágni egy ilyen útnak, hogy tudod, hogy van mögötted támogatás, segítség, van mögötted szimbolikus értelemben, ez is egyébként lelki tényező, és természetesen van mögötted mondjuk anyagi értelemben is. De szerintem ilyen siker a családtámogatási rendszeren vagy a családpolitikán kívül maga a nemzetpolitika. A nemzetpolitikai intézkedések közül a legfontosabb, hogy a külhani magyaroknak lehetőségük van a kettős állampolgárság felvételére. Ezzel a lépéssel a kormány kiterjesztette a kulturális szuverenitást. Szilikatalin szerint az adott földrajzi területen élő emberek speciális kultúrát hoznak létre, amit védeni kell. Magyarország azzal, hogy az alaptörvényében konkrétan megfogalmazta, hogy Magyarország felelősséget visel minden magyar polgárért, én azt gondolom jól jelzi azt, hogy számunkra fontos minden magyar. A baloldal évtizedeken keresztül küzdött a kettős állampolgárság bevezetése ellen. Gyurcsány Ferenc már 2002-ben 23 millió román munkavállaló bevándorlásával riogatott, miután Orbán Viktor és az akkori román kormányfő aláírta a külhoni magyarok kedvezményeiről szóló megállapodást. 2004-ben pedig óriás plakátokon kampányolt, hogy a magyar választópolgárok szavazzanak nemmel a kettős állampolgárságról szóló népszavazáson. Közben Európában a globalizáció hatására NGO-hálózatokkal együttműködve egyre több állam fogad be migránsokat, népszerűsítik a homoszexualitást, félredobják a vallási nemzeti értékeket. Erről már Horváth József biztonságpolitikai szakértő beszélt. Újabb és újabb, hogy úgy mondjam, lövészárkok nyílnak, a kormányzatnak menni kell utána, jogszabályokkal például ezeknek. Gátat kell szabni, és olyan irányokat kell meghatározni, akár mondjuk olyan szigorú kétharmados törvényekkel, vagy alkotmányos szabályokkal is, hogy minél inkább stabil legyen ez, és ne lehessen egy egyszerű közjogi aktussal megváltoztatni. Kiemelte, ha a nemzet kultúráját nem védik megfelelő eszközökkel, akkor a nemzet asszimilálódni fog. Az elmúlt évtizedek tapasztalatai azt mutatják, hogy az állami stabilitás megingása, a nemzeti szuverenitás lebontása a kultúra befolyásolásán keresztül érhető el. Vendégeink ma este Békés Márton történész, a kommentár főszerkesztője, Kulifai Máté a hetek lapszerkesztője, Szalai Zoltán a Mandiner főszerkesztője és Szántó Miklós az alapjókérközpont igazgatója. Jó estét! Jó estét! Na, Na hát, ha szeretnénk megérteni a kulturális szuverenitást, én szívesen kezdeném mondjuk a kultúra és a politika viszonyának a tisztázásánál. Itt már emlegettük Leversbeck-Kunót, talán, hogyha a történelmet is belevennénk, akkor tudnánk értelmesen szétszállazni ezeket a történeteket. Leversbecket már említettük, a rendszerváltoztatás, esetleg a szocializmus és az azóta eltelt idő. Mit tudunk mondani ezekben az összefüggésekben a kulturális szuverenitásról? És akkor van egy két-három órá. <laughs> igen, 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 Már nekem személy szerint. Igen, csak, csak, a Mikinek itt a főszerkeztő klubjába. A... Na azért azt gondolom, hogy van ennek egy egészségtelen viszonya, és van egy mostani egészséges viszonya. Az egészségtelen viszony az volt, amikor különböző szalonokban, vagy nagyvállalatok sokadi emeletén adott esetben, mondjuk mostanában úgy tűnik, hogy nagy követségek közbejárásával dedikálnak és jelölnek ki miniszterelnököket, miniszterelnök jelöltet, balatoni településeken megrendezett régi régi szárszói találkozók, talán a mi nemzedékünk is azért sajnos erre még emlékszik. És akkoriban úgy volt, hogy a, a politika a a kulturális hatalommal rendelkező baliberális értelmiség jár szalagjára volt fűzve, és aztán a politikusokat, egyébként jóra való, meg kevésbé jóra való szocialista politikusokat lehetett rángatni a balliberális elit, baliberális mandarinok, véleményvezérek jár szalagján. Most teljesen fordította a helyzet, ami nem úgy néz ki, hogy most meg a politikus rángatja a kulturális szereplőt, mert az is egészségtelen, hanem úgy néz ki, hogy a politika is meg a, a kulturális szereplők is itt a főszerkesztőktől ö, lapszerkesztőktől kezdve a Kesma vezetőig műsorvezetőkig, ebben most minden ki Attilától, Demeter, Szilárdonás mint Mária, ebben nagyon sok mindenkit a kultúra működtetőibe bele kell és szükséges érteni egy, egy egészséges <coughs> dinamika dialektika van, ezek kölcsönösen hatnak egymásra és az a felismerés megszületett, én azt gondolom a jobb oldal körében, hogy nem a nem a, a, a politikáról kell beszélni, és akkor, akkor jutunk el a kultúráik, hanem a, a kultúráról kell beszélni, és a, hát annak vannak politikai következményei természetesen. A széles tenger, óceán, az a kultúra, abba ömlik a politikának a folyója. Ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy aláfölé rendeltség van, de mindenki a maga helyén egy közös célért dolgozik, ez pedig nem más, mint egy magabíró Magyarország, egy picit ilyen reformkori kifejezéssel. A magabíró Magyarország, ez tulajdonképpen tetszik. Köszönöm. Nem. Még annyira hat egészítsen, hogy mint a Marci mondott, hogy <coughs> az, az hogy mi tartozik a politika terénumába, vagy terinumához, meg mi a, ez az, hogy a kultúra terénumához ez, ez elválasztani nagyon, nagyon nehéz. A Marci múltkor írásában a, látószök Látószög blogon megpróbálta szerintem jól vagy jó úton elindulva körülírni a, a, azt, hogy mi is a kultúra. Nyilván több más ilyen írásod is volt természetesen, nem csak ez az egy cíg. De, de ugye itt a egymás önfényezéséről visszatérünk a témára, tehát azt nagyon-nagyon nehéz a kettőt elválasztani, vagy azt mondani, na ez politika, ez pedig kultúra. Nyilván úgy is kezelhetjük a politikát, mint ami alatt, kizárólag a pártpolitikai hmm. szénát, értjük a kultúrát, mint a magas kultúra, hogy a képzőművészetek, meg a high society -nek a kultúrája és, és más. nem Én azt mondanám, hogy nem, nem kell egy ilyen stilisztikai harcba vagy vitába bonyolódni, Azt hiszem leszögezhetjük, hogy a, a valódi Döntéshozatal, vagy a döntési hatalomnak a képessége az annál van, aki befolyással bír arra, amit úgy jellemezhetünk talán, hogy a azok a formális és informális gesztusok, amelyeken keresztül, amelyeknek a révén egy társadalom, pontosabban a társadalomnak a hétköznapjai történnek, működnek. És hogyha ilyen széles értelemben definiáljuk, azt a valamit, amiről itt most vitázunk, hogy politika vagy kultúra, vagy politika és kultúra, akkor, akkor láthatjuk azt, hogy igazából itt mindenről szó van, ami az életmódunkat áthatja, ami maga az életmódunk. Ahogyan köszönünk a boltban, ahogyan kifejezzük magunkat a nyelviségünk, de akár a nonverbális gesztusok, az öltözködési szokások, milyen témákról beszélgetnek a kocsmában, vagy az internetes feledeken, stb. És ebben, hogyha mondom így fogjuk fel ilyen, ilyen gesztusoknak a kódrendszereként, mint a hétköznapi kódrendszerekén fogjuk fel a, ezt a valamit, akkor ott sajnos azt látnunk kell, hogy az elmúlt nagyon nehéz megmondani, hogy, hogy mekkora időszakban, de most csak mondjuk a második világháború utáni korszakot vegyük. Az elmúlt, nem tudom én, 40-70 évben ennek a területnek az uralásában, dominálásában, a liberális oldal, vagy a progresszív oldal, vagy a balliberális oldal, vagy a neomarxista liberálisok nagyon-nagyon profik voltak, vagy profik lettek. Tehát a, az összes olyan nem a pártpolitikai területhez kapcsolódó, de lényeges a társadalom működését meghatározó területen, legyen az média, szórakoztatóipar, a reklámvilág, hogy miket látunk a plakátokon, hogy milyen formában vannak megfogalmazva és képileg közvetítve a hirdetések, milyen témákat dolgoznak fel a sorozatok, <tos> <tos> Kik, mi a meghatározó ideológia az új típusú média felületeken, és nem csak a közösségi médiára gondolok, de az olyan lekérhető szolgáltatásokra és mint a Netflix, vagy, a, vagy, a, vagy, az Amazon Prime, vagy az összes ilyen új, új felület, ahol a most népszerű sorozatok, filmek futnak. És ugye ezeken a felületeken a, az amúgy semlegesnek beállított, meg jó emberkedőnek beállított liberális kurzus, az óriási versenyelőnyben volt, meg van, mert annyira profik voltak, hogy belátták azt, hogy a politikai harcot, vagy a párt, a pártpolitikai harcot, a pártpolitikai harcot, azt még a politika előtt, vagy a politikán kívül kell megnyerni. És hogy meg meg az emberek ennem. megfelelő mértékben vannak érzékenyítve ezekre a liberális üzenetekre, akármint a, a kis videóban szerepelt migráció, szivárvány, propaganda, bármi egyéb társadalmi ügy, hogyha ott átmegy a content, sorozatokon keresztül, hirdetéseken keresztül, lájtos tartalmakon keresztül, akkor igazából már a választásokat a választás előtt jóval megnyerték. Mert amikor ezek a témákat beemelik a politikai választási kampányokba, akkor valójában már a társadalom többségének a mesterségesen létrehozott, már liberális erők által mesterségesen létrehozott, de válasza már megvan. És erre szerintem egy kiút van, amit, amiben egyetértünk, hogy, hogy onnan kell kiindulni egy ilyen konzervatívok számára hátrányos vagy hátrányosabb közegben, hogy az állam mit tud tenni. És hogy az állam elkezdi ezt, a, ezt az ellenforradalmat, és megtámogatja a kulturális hátországát a nemzetnek, akkor lehet visszafoglalni azokat a területeket, amelyekben mondom verseny hátrányban van a, a jobb oldal, most nem Magyarországról beszélek, sőt, inkább globális helyzetről beszélek, de Magyarországról is igaz ez. De azért is, azért is így van ez, mert, a nemzet, mert ez egy nemzetközi hálózat, ami ott van mögötte, tehát itt nem nemzeti dolgokról beszélünk, miközben amikor a konzervatívról beszélünk, és a jobb oldalról beszélünk, akkor jól értem a nemzeti kultúráról is beszélünk, és ilyen összefüggésben is beszélünk a kulturális szuverenitásról. Tehát ez egy nehezített pálya. Ö igen, de annyiban szerintem kicsit túltolták a bringát a libernyákok, hogy az összes olyan létező értéket elkezdték támadni, amit valamennyi konzervatív, vagy jobboldali, vagy a ész talaján álló a magáénak valhat, Amerikában, Dél-Amerikában, még meg itt Európa szívében is gondolok itt a, a kulturális alapokra, a hely szeretetére, a hazafontosságára, a családnak a fontosságára, minden ugyanazokat támadják, és ez szerintem nemzetközi szinten is egy, ha nem is egységes, de, de összehangoltabb konzervatív választ tud lehetővé tenni. Csak, hogy itt elhangzott, hogy és azt gondolom, hogy rengeteg nyugat-európai intő példa áll előttünk, Konrad Adenauer politikailag nagyon sikeres több cikluson tartó kormányzására szokták azt mondani Németországban, hogy a szellemi árnyék nélküli állam hmm. időszaka, amikor nem volt meg, noha politikailag egy nagyon sikeres, nagyon erős, eh, gazdaságilag ugye a wirtschaftswunder, a gazdasági csoda időszaka. Ez a 40-es, 50-es évek? Ez az 50-es évek, tehát ez, ez 48 utáni időszakról beszélünk. 48-tól a 60-as évekig eh, eh, beszélhetünk erről, a 60-as évek második feléig beszélhetünk erről az időszakról. Uh, utódával együtt, és utána jött egy szociáldemokrata, a kormány Willy Brandt vezetésével, de a szellemi árnyékot, a szellemi háborút azt elvesztették, és ebből jött az, hogy 1968, mint Párizsban, mint pedig frankfurti nyugat-berlini székhelyel gyakorlatilag egy kulturális forradalmat indított el a nyugati világban, ami az első lépcsője volt, az az egyik első lépcsője volt, persze itt visszamehetünk egészen a francia forradalomig, a felvilágosodásig, de a XX. században ilyen ilyen szempontból 1968, és az a fajta jobboldali, konzervatív tétovaság a kultúra területén, amely idáig vezetett. És akkor itt idézném is Guthártot, aki mondta azt, ha jól emlékszem, a Számber és az Eniver, tehát hogy a liberális az, a, aki Eniver, aki bárhol otthon tud lenni, ugye angolul kifejezve, míg mondjuk egy konzervatív ember az a Számber, aki valahol érzi jól magát ennek a, globusznak egy pici pontját kiválasztja, amit a magáénak gondolt, ami erről gondoskodik, amit fontosnak érez, és ennek a kettő erőnek a küzdelme, ennek a két felfogásnak a küzdelme, és innentől kezdve én azt gondolom, hogy nincs is értelme szétválasztani a szellemi árnyék nélküli állam, tehát az államot és a kultúrát, mert a kettő egy is ugyanaz, ha azt értjük alatta, hogy számver, tehát valahol. Igazából nagyon sok gondolat, ami elhangzott, az teljesen egyetértek, ami még nem érdekes kérdést vett föl, hogy ez a fajta kulturális irány, ami megvan szabva, ez tulajdonképpen azt is sejteti, hogy van egyfajta hatalomgyakorlati változás is, hogy ki gyakorolja igazából a hatalmat, és a legtöbb ember ugye a saját, a népakarat kifejezésének a választásokat tartja, és ott lát jelölteket, <laughs> de valójában igazából a hatalomba mégse azzal segíti bele ez a választópolgár a, az illetőt, hogyha, hogyha elmegy és voksol, hanem tulajdonképpen a feje fölött jóval magasabb szinteken dőlnek el ezek a választások, ahogy a Miklós is mondta, és éppen ezért egyébként teljesen szükségszerű, amit Békés Marti is levedetett a cikkébe, hogy az államhatalomnak valamilyen szempontból, hogyha van egy ilyen kulturális befolyásolási kísérlete, akkor közbe kell avatkoznia. Viszont itt, itt fennáll egy olyan dilemma, ami most azért a közbeszédbe is berobbant, hogy de autoriternek, tekintélyelvűnek, sőt, diktatúrának is nevezik azokat az országokat, akik határozottan ilyen kulturális beavatkozást tesznek. Csak, csak itt tudnia kéne egyébként a társadalmakban is tudatosítani kellene, hogy ez is egyfajta háborús helyzet, és ugye a háborús helyzetekben általában egy nagyobb legitimitást adnak a vezetőknek, pont azért, mert egy önvédelmi koncepció zajlik. És itt ugyanez a helyzet, hogy bizonyos szempontból egy nagyobb hatalomra ma kell felruházni az aktuális vezetést, hogyha ezt a kulturális befolyásnak ellen kell állni. Csak a legtöbb ember a saját kis életébe életét tekinti a határnak, abban gondolkozik, hogy az ő élete mennyire lehet kényelmes, adott esetben például a szabadságát -e tekintve, és e ezen a síkon nem annyira gondolkodnak. Ezért is jó, hogy erről beszélgetünk, mert igazából valójában a választásoknak a tétje ilyen szempontból nem az, hogy, hogy marad-e mondjuk a jelenlegi kormányhatalmon vagy sem, hanem az is a tétje, hogy kulturális szempontból adott esetben Magyarország mennyire marad egy szuverén állam. Tehát nem csak nemzeti, hanem kulturális szuverenitás is van. Szerintem abból, abból tehát annak kapcsán embereket nem, nem lehet korholni a saját életük életükben, gondolkodnak. Tehát ez, ez egy természetes bejárója a, a, a létünknek. Az viszont egy, egy nagyon lényeges pont, amit, ö, amit említettél, hogy, hogy ugye ez a vád. És akkor most beszéljünk konkrétan, hogy mondjuk Magyarországot, a magyar államot, legyünk pontosak, a magyar államot azzal vádolják, hogy beavatkozik egy jól meghatározott érték preferencia mentén az úgynevezett kultúrába, az úgynevezett hétköznapokba, közjogi eszközökkel, kulturális támogatásokkal, pénzügyi eszközökkel, stb. ez egy csúnya rossz dolog, hiszen a politikának, a szűken értelmezett pártpolitikának az állami vezetésnek ezt nem lenne szabad megtennie, mert hát ez diszkriminatív, egyeseket előnyben részesít, stb. És az a probléma, erről már sokszor beszélünk ebben a műsorban is, hogy pont az a, az a jelenség, amiről az előbb itt, itt szóltam, hogy a, a liberálisok már nagyon sokszor a politika előtt megnyerték a politikát, a választások előtt megnyerték a választási kampányt, annak része volt az a 20. század második felétől kialakult eh, államjogi, nemzetközi politikai gondolkodás, hogy az alatt, hogy az állam, vagy nemzetközi szervezetek, vagy nemzetközi szerződések világnézetileg semlegesek, és az úgynevezett nemzetközi standardok, azok valójában neutrális dolgok, tehát nincsen egy konkrét értékrögzített tartalmuk, ez ugye elhitették az emberekkel, hogy ez így van, de a valóság az az, hogy az a kurzus, ami magát világnézetileg semlegesnek hirdeti, az valójában liberális tanokat, liberális értékeket népszerűsítés hirdet, és ugye úgy prezentálják ezt a választó polgárok számára, amikor arról beszélnek, hogy európai értékek mik vannak rögzítve az Európai Unió szerződésekben, jogállamiság, demokrácia, egyenlőség, igazságoság, stb., hogy hát ez, ezek, ezek nem politikai értékek, hiszen ezek semleges értékek, csak amit értenek alatta és amit ezáltal elvárnak az államoktól, hogy teljesítsenek, azok nagyon is ideológiailag átértelmezettek, és, így, és szerintem ez egy nagyon antidemokratikus dolog, hogy megvezetik a választópolgárokat. Mert amikor egy világnézetileg semleges állam valójában a világnézeti semlegességével a liberális vagy a progresszív kulturális etoszt támogatja, az tök jó, mert hát az semleges, az egy, az egy, az egy marhajó dolog, Bezzeg, amikor egy konzervatív kormányzat ugyanúgy értékorientált módon próbál e, bátorítólag fellépni a saját politikai családja tekintetében, azon elítélik, mert hogy az pártos. Szerintem ez, ez a szembeállítás, ez, ez nem felel meg a valóságnak, mind a két megközelítés pártos, mind a két megközelítés ideológiai, csak kettős mérce van, mert a liberálist azt tök jónak tartják, az trendi, az fiatalos, az bicajos, a konzervatívra meg rásütik, hogy az politizál. Meg tudjuk nézni az oldalaknak a kulturális szuverenitáshoz való viszonyát? Tehát jobb oldalnak és bal oldalnak a kulturális szuverenitáshoz való viszonyát? Hát ezt akkor, akkor tudjuk megnézni, hogyha valóban van egy huzamosan, hosszú ideig érvényesülő, érvényesülő politikai rend, Politikai rendszer, amely valóban működtet egy államot, és ha annak az államnak képződik, ez nagyon-nagyon tetszett, amit az a Oli mondott, képződik kulturális árnyéka, vagy mondjuk az, hogy kulturális lenyomata, akkor ebből az összességből már valamit lehet mondani. És hát a, a Miki ezeket, ezeket kifejtette, ennek a Magyarországon, és álláson hát 12 éve Létező demokratikus rendszernek van, van egy konzervatív tartalma, ezt, ezt el, kell, el kell ismerni, el kell fogadni, ezt ki kell mondani, ett, hogy ez ideológikus, ettől egyáltalán nem kell félni, hogy ez értéktelített, ettől nem kell félni, hiszen a kormányzati cselekvés, amikor munkahelyteremtés, határvédelem, család és gyermekvédelem, illetve regionális népek összefogásában. Gondolkodik, akkor természetes módon egy konzervatív tartalmat valósít meg. És Teljesen értelmezed a kultúrát? Én, hát, igen, hogyha, igen, hogyha igen, kultúrát csak a kultúrát csak a néptánc mozgalomra és a könyvkiadásra szűkítjük, akkor el fogjuk veszteni a fókuszt. Itt most a kultúra legszélesebb értelmében használom, mert hogy a kulturális szuverenitást, legalábbis az én értelmezésemben, az a egy adott helyen, nagyon fontos, ezt is az Oli mondta, egy adott helyen, egy adott államban élő nemzetnek a kulturális egyediség és annak az államnak, társadalomnak a kulturális egysége. Ezt különböző eszközökkel védheti az állam. Én azt gondolom, hogy Magyarországon ez, ez hatékony eszközökkel történik, és mivel jönnek a támadások, jönnek a indirekt kulturális hatalmon keresztül a nemzetközi kulturális eliten keresztüli támadások, ennek része a, 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 fai probléma előidézés, a nemi probléma előidézés, a vallástalanság előidézés, a, a nyelv megtartó ereje elleni küzdelem szintén, ezt egyszerűen védeni kell. A, most, Persze lehet itt egyenleteket felrajzolni, de hát az egyik oldalon áll, ezt a őszentsége második János Pál mondta, a halálkultúrája, a másikon pedig a független népek, nemzetek egymással egy kooperatív együttműködő kultúrája, csak hát a probléma az, hogy vagyunk itt magyarok a Kárpát-medencében, hogyha a magyaroknak a kulturális egységét, egyediségét a magyar állam nem védi, akkor más nem fogja. Akkor más Igen. nem fogja, úgyhogy a, a 2022-es választás, már sokszor elmondtuk, hogy nagyon nagy a tét, most erre, erre még ebbe az adásba még ráteszünk, mert, mert itt a kultúránk a tét, ha azt elvesztjük, akkor vége van. És az, azért is, azért is, most a nagy, a, nagy, a, tét, csak egy, egy fél mondat, hogy a, a nem hiába, nem hiába frusztráltak erre a kormányzatra, meg erre az egész magyar konzervatív lázadást, vagy ellenforradalomra, mert itt ugye az ilyen esetekben nem történik meg az, hogy ne lenne kulturális árnyéka, vagy kulturális hátországa az ilyen típusú jobboldali kormányzásnak. Baloldalon, ugye mindig a halott indián a jó indián, tehát mindig az a, az a konzervatív, az a jobboldali minősül elfogadhatónak, szalonképesnek, késsel villával lenni tudónak, aki ilyesmikre nem fordít figyelmet. Aki bár kormányrudnál van, egy jobboldali kormányzat, de ezekre a széles értelmet kulturális kérdésekkel nem foglalkozik, azt a terepet meghagyja a bal liberális oldalnak. Azt nagyon, ezeket a, a kormányokat nagyon szokta szeretni a nemzetközi baloldali diskurzus. Illetve ha 30 éve volt kormányon, azt is szeretik. I, ja, hát azon meg Azokat már mindannyian emlékezhetünk arra, hogy Antal Józsefre miket mondta a 90-es években, már a már a baloldal szemében meg nem esül Antal Józsefnek Na, a... 2050-ben 2050 eljön Orbán, ha, igen, Orbán, igen, Orbán. igen, A balliberális sajtó. Bocsánat, csak egy gondolat ez a kultúrához, hogy mondtad, és ez meg ott a filmből, hogy szűken értelmezed, nem lehet, vagy, vagy, tágan értelmezed, ugye ez egy, nem lehet máshogy értelmezni, amiről, mert ami, hogy ha szűken értelmezzük, akkor a médiumokra értelmezzük már, mint azt értem, hogy a kultúrának a médiumaira, ami valóban a néptánc, egy regény, és igen, az még, igen. még egy szintje tovább az, hogy mondjuk kinyomtatjuk ezt a könyvet, vagy PDF formátumban olvassuk egy, egy laptopon, tehát hogy különböző, de ezek, ezek, ha erre koncentrálunk, akkor, akkor az ott operatív szinten vagyunk, amikor kultúráról beszélünk, akkor, ami a magyar kultúrából, vagy bármilyen kultúrából bele sugárzik ezekbe a médiumokba, amelyeken keresztül ez materializálódik, megértjük, mindennapigba találkozunk. Az a szintje, az az operatív szint, de nekünk, és amiről itt most a diskurzus zajlik, az ez a metaszint, amelyből kisugároznak ezek a különböző leágazások, és amelyekből egy-egy dolgon keresztül sok mindent meg tudunk érteni, de a nagy egészet ö, ö, sz, nagy szereptévesztésbe leszünk, és ezért ez egy kicsit mindig ilyen, hogy nagyon örül valakit, hát hogy néptáncol, hát ez fantasztikus, meg ő ezt csinálja azt, csinálja, azt csinálja, azt csinálja. Ezek mind nagyon fontosak, de az egész, a nagy egész totált kell érteni, és a nagy egész ö, totál, amely egy nép mögött van, egy nemzet mögött van, egy gondolatiság, ami egy, egy, egy kultúra és egy nemzet mögött van, igazából mi most arról beszélünk és azt próbáljuk megfogni. Igen, de egyébként ezt le is egyszer, lehet egyszerűsíteni a egyén ember szintjére is, mint tét, hogy az egész kulturális változásnak ugye van egy olyan irányútság, amire Mart is utalt, hogy itt a különböző identitás akarnak kiver, kiverni minden egyes ember alól. Ki akarják verni a nemzethez való tartozás identitás oszlopát, a saját biológiai nemiségének az identitás oszlopát, a saját vallásának hitének az identitás oszlopát, és ez tehetne sok-sok ilyen identitás oszlopa, hogy én ki vagyok ebbe a nagy világba. Ha ezt mind kiverik, akkor ugyanaz a, 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 a hasonlatá, hogy a halott indián a jó indulán, ha valakinek semmiféle kötődése nincs semmihez, akkor az ő kiszolgáltatottsága olyan nagy, hogy tulajdonképpen a két ideológia közül ez a nemzetközi balliberális kulturális hegemónia sokkal jobban rabolt tudja érteni az adott embert, míg például a konzervatív ideológia, ami ugyanúgy építve van itt Magyarországon, az. Konkrétan a, a polgárokat erősíti, akár a szabadságukba, akár a függetlenségükbe, akár az erős identitásukba, és ebbe a nagy függetlenségbe ők dönthetnek akár úgy is, hogy nem a konzervatív eszméket és értékeket tartják fontosnak. Tehát ezt a szabadságot minden egyes, bárhogyan gondolkodó polgár számára ez az ideológia biztosítja. És azért sem szabad szerintem semmiféleképpen sem szűken értelmezni Igen. a kultúrát, hanem pontosan úgy, hogy az összes létező, vagy az elején mondtam, ilyen hétköznapi viselkedési, magatartási minta, kód beletartozik, mert azért ezt nézzük meg, hogy, hogy a nyelv esetében és a hétköznapokban használt nyelv esetében is a politikai korrektség az mennyire átitatta és körös körüljárta az összes létező verbális és írott megszúralási módját, felületét, platformját a nyugatnak. Tehát ott már nem csak az egyetemeken dúl a politikai korrektség, hanem egy, egy kocsma asztalnál is az emberek vigyáznak arra, hogy nehogy politikailag inkorrekt módon fogalmazzanak. Az, hogy, hogy, lehet, hogy ebben a műsorban, a korábbi adásban már egyszer mondtam ezt a példát, de nekem nagyon mélységesen megdöbbentett, amikor láttam, én pár évvel ezelőtt, amikor New Yorkban voltunk júniusban, a homoszexuális büszkeség hónapja volt akkor, az egész város tényleg szivárványban úszott, minden létező fogyasztói szegmens, bolt, bank, szolgáltatás kínáló egység, reklámfelület, minden ezzel volt teli. Magyarán ezt azt mutatja, hogy például itt a gender ideológia meg az LMBTQ propaganda kapcsán itt nem, nem is szűken értelmezik ezt a dolgot a túloldalon, hogy ez csak a könyvkiadás, vagy csak a színművészet, vagy csak a, csak a magas kultúra, nem a létező, összes kommunikációs és társadalmi érintkezési felületre beviszik az üzenetüket ezáltal átformálják a gondolkodásmódot, és amikor nyilván a politikum eljut oda, hogy ilyen kérdésekről döntenie kell, egy neműek házassága, gyermekek homoszexuálisok által örökbefogadása, új gendereknek a legalizálása, akkor nyilván már a talaj elő van készítve. Tehát mindenképpen, ahogy a túloldal is több harcot indított, az előbb említett identitás ellen, úgy a konzervatív oldalnak is így kell reagálnia szerintem. Meg tudjuk nézni az esélyeket, mert ugye itt egy nemzetközi mondjam, hálózatról beszélünk, kulturális hálózatról is beszélünk, és politikai hálózatról is beszélünk, és ehhez képest van egy nemzetállam Magyarország. És persze mondod, hogy vannak szövetségeseink, mert hogy túltolták a biciklit, és azért, azért a különböző államokban formálódik is egy ilyen politikai és kulturális szövetség is, úgy látom. Na de mégis milyenek az esélyek mondjuk a nagy szolgáltatók ellenében például? Kulturális vasfüggönyt nem nem tudunk felhúzni, bár bizony az asztal túloldalára nézek, bizonyára lenne rá igény, de ugye nincs ilyen. Tehát, nehéz, a, lenne nehéz, nehéz lenne Nehéz lenne. Tehát a, a, a globalizáció, az infokommunikáció, technológia a fejlődése miatt ilyen nincsen. Ettől függetlenül állami eszközök természetesen vannak, és bár semmi módon az ember a kommunizmus évtizedeibe pozitívumot nem tud látni, de hát azt kénytelenek vagyunk elismerni, hogy mégis Magyarországnak a társadalmi kulturális viszonyait mint egy befagyasztották egy 30-40, akár 45 évre, és emiatt a haladásnak abban a széles, de szűkülő végű zsákutcájában nem jártunk, amiben a nyugati társadalmak, 68 nálunk az új gazdasági mechanizmust jelentette, náluk pedig a, a teljes kulturális talajvesztést, vagyis Magyarország, egyébként... Hát középtén. Kádár Jánost én sem látom a Pride-on vonulni. Na hát Ez igen, azért. igen, és, és nyilván az akkori könyvkiad, és a, a sok minden egyéb a kezére játszik a, ez, ez a kulturális késlekedés, vagy ez a morális lassulás, ami akkor bekövetkezett. Ez most egyszerűen nekünk egy fort jelent, még néhány évig, akár, akár évtizedik, ha emellé hatékony és egyébként társadalmi konszenzus által övezett. Lépések vannak, család és gyermekvédelem ilyen. Tehát ezzel a magyar társadalom 60, 80-85%-a egyetért, akkor és mondjuk meg tudunk erősödni más szövetségesektől, mondjuk Lengyelországtól Szerbiáig, Csehországtól egyébként Romániáig, akkor ez tud egy olyan a lemaradás előnyéből profitot szerző régió lenni. Ettől függetlenül a Netflix tartalmai és a Magyarországon is működő globális nagyvállalatnak, nagyvállalatoknak a, a egyébként a saját munkatársaikat terrorizáló gender lobbia és LMBTQ lobbia az, az itt van, egy hibrid helyzet van, hát harcolni kell. Bocsánat, csak még gondolat ehhez, hogy kérdezted, hogy ki a legfőbb szövetségesünk, vagy ki a legfőbb szövetségesünk, szerintem egy jó hírem van, a legfőbb szövetségesünk az a valóság. Hát igen, De igen, a, igen. A, a, amit ugye te elmondtál, hogy megpróbálják ezeket az identitásoszlopokat, és akkor mik is voltak ezek, család, a kö saját közösségünk, a vallásunk, tehát több ezer éves olyan kulturális hagyományok, amelyek generációk építettek egymásra és helyette beteszünk mit is, egy-két egy generáció alatt kitalált, és volt szaporodó új értékeket. Azért az ember nem így van kognitív módon felépítve, hogy ezeket az identitásoszlopokat csak így kihúzigáljuk, és utána beteszünk helyette valamit, mert azért, ha megkérdezzük az embereket, hogy sorolják fel a tíz legfontosabb gendert, akkor szerencsére ebben Magyarországon valószínűleg egy igen alacsony számú ember tudja ezt felsorolni. És Mondjuk éppen... kettőt sorolnának fel alapvetően. Reméljük. <laughs> Tehát, hogy én azt gondolom, hogy, hogy, ebben, ebben azért ilyen szempontból jól állunk, hogy az, az ember nem így mű a, 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 világ nem így van konstruálva, az a matéria, amivel itt beletöltettünk, ez nem így lett kitalálva. Igen, de a kulturális hadviselésnek az is egy egyfajta fegyvere, hogy atomizálja is a társadalmakat. Tehát ez hát a sok-sok józanészsel bíró embert elidegeníti egymástól is, ezért fontos például ennek a, az oldalnak a közösség romboló eszköze is, hogy megpróbálja ezeket az embereket egymástól szétválasztani. Ezért is fontos szerintem, hogy vannak józan emberek, és, és a józan pártján állok Franciaországban is, Németországban is, a Nagy-Britániában is, az Egyesült Államokban is, nagyon sok olyan ember, aki pusztán csak körbenéz a környezetében, és akár a természetből levezetve kételkedik ezekbe az új értékekbe. Tehát igazából, hogyha ezeknek az embereknek lennének közösségeik is, vannak is, hála Istennek, meg lennének még még hatékonyabb szónokaik vezetőik, akkor ezeknek a szövetségéből lehet ellenállás képezni. Hogy ez mely hosszú távon győztes lesz -e, ez egy más kérdés. Amúgy Európában, hogyha egy kicsit kitekinthetünk Európába, mit gondoltok, hogy a kulturális szuverenitásban melyik ország vagy országok állnak legjobban Európában? Nehéz megmondani, mert az azért nem, nem keverném össze a nyugati társadalmakat, a nyugati társadalmaknak, a, az egész társadalmaknak a hétköznapi kultúráját a nyugati politikai elit által valóságnak hazudott valójában utopisztikus médiaképpel vagy vágyképpel. Utóbbi, ha utóbbiről beszélünk, amit most nevezzünk mainstreamnek, ott, ott a nyugat elveszett. Tehát ránézünk az Európai Parlament, döntő többségére, ránézünk a befolyásos médiafelületekre, a meghatározó big tech óriásokra, ott már, ott már ez, ez, a, ez a kérdés már eldőlt, mert ott már, ott már, ott már má szivárványban úsznak, és multikulturalizmusban úsznak, és etnikai diverzitásban úsznak, és minden létező olyan ö, politikai szlogent vissza fögnek, ami kedves a, a liberális politikai léteknek. Nyugati társadalmak egészét tekintve ott azért szerintem, ahogy én az elmúlt időszakban az Alapjókért Központ az elmúlt években szisztematikusan próbálta építeni a nemzetközi kapcsolatait, ahogy a, például az MCC is, meg biztos sokan közületek is, és és azért több pozitív élmény volt, hogy akár Spanyolországban, akár Olaszországban, akár az USA-ban jártunk, ahogy említettem, nagyon azonos problémákkal szembesülnek a helyi konzervatívok. Tehát jé, nálatok is a zsidó keresztény vallási tradíción alapuló társadalmi tradíciót támadják? Nálatok is kétségbe vonják a haza a nemzet szeretének elsődlegességét? Nálatok is elindult az, hogy a családot relativizálják és behozzák ezt a genderűrületet? Hát nézzük meg a, a virginiai kormányzóválasztást, most, most az elmúlt hetekből ugyanaz volt a topik, hogy a szülőknek van-e a gyermekek szexuális neveléséhez, vagy őket ki lehet zárni, és kizárólag a már gender érzékenyített liberális iskolai tananyagra lehet bízni a gyermek szexuális nevelését. És döntöttek. És döntöttek, és akkor a republikánus kormányzó, aki nagyon hevesen ellenezte a szivárvány propagandát, ő győzött. Tehát én itt nem mondanék még át vagy bét, egy olyan, eh, abból látom, hogy Magyarország jó úton jár, hogy nem pusztán a Magyarországon megvalósított politikák miatt frusztráltak például a miniszterelnökre, Brüsszelben, nemzetközi hálózatoknál, a mostani fehérházi adminisztrációban, hanem azért is, mert látják azt, hogy, hogy, ők már, mint a nyugati politikai elit, a saját társadalmának egy jó részét már cserben hagyta, hátrahagyta. És benne van az ő szempontjukból az a veszély, Magyarország szempontjából a lehetőség, hogy hogy a magyar konzervatív oldala, vagy a magyar miniszterelnök az elkezd ezekhez az elárvult, magára hagyott ö, nyugati társadalmi rétegekhez beszélni. És ettől nyugaton nagyon félnek, hogy a magyar politikának a hatósugara, kommunikációs hatósugara, kulturális hatósugara az nem fog megállni az ország országhatároknál, vagy a Kárpát-medencénél, vagy a V4 régióban, hanem ki fog menni, és elkezd majd beszélni a nyugati választópolgárok millióihoz, akikhez már régóta nem beszél a saját politikai elitjük. És ettől nagyon-nagyon félnek szerintem, és ezért akarnak kormányváltást elérni a nemzetközi szintér meghatározó szereplői is jövőre, mert van bennük egy ilyen félsz, hogy egyszer el fog jönni ez a pillanat, és akkor ők nagyon nehéz helyzetben. Most, hogyha kulturálisan nézzük meg, hogy azt kérdezted, hogy hogyan mű hogyan alakul ez különböző országokban, Itt azért a konzervatív oldalon van egy nagy változás. Ugye a, konz a konzervatívok alapvetően egy valóságból és egy abból levezethető normalitásból indultak ki. Úgy érezték, hogy igen, ha az embereket hagyjuk a valóságban élni, ők abban fognak működni, és éppen ezért egy, a saját maguknak kialakítják a számukra fontos normális kereteket. Éppen ezért ez a tecső régeni felállás, hogy kicsi állam, gyenge állam, erős kapitalizmus, és ez ilyen módon a normalitás működteti a világot. Ezzel szemben, már erről szóba került 1968, annak az volt a lényege, hogy a, egy state capture, egy államnak a frabulejtése történt, és az államot ideológiai célok szolgálatába állították, miközben a konzervatívok éppen kivonultak az államból, és hagyták a normalitást érvényesülni. És itt ebbe az történt, hogy a baloldal ebben nagyon sikeres volt, az államokon keresztül a saját ideológiáját megerősítette, felépítette médián, kulturális intézményeken, oktatáson, egyetemi És elnevezte Így van. És innentől kezdve viszont, és itt van a virginiai választás példaként, de mondhatnám a Brexitet, vagy sorolhatjuk még a, vagy a Trump adminisztrációnak az elmúlt éveit, hogy, hogy jön egyfajta új gondolkodás, hogy oké, okay, de akkor lehet, hogy az állammal kéne kezdeni valamit, és ilyen, valamit, és ilyen szempontból a Amerikában a B jelen mozgalom, az, egy, az szintén egy ilyen fordulópont volt, ahol rengeteg konzervatív észlelte, hogy hát itt az állam eszközeivel állunk szemben, miközben az állam egy semlegességet hirdet. Tehát ez az, ami egy nagy változás, és ez az, ami azt gondolom az elkövetkezendő évek, évtizedek, és majd Marci említette, hogy az államnak az újragondolása az, az egyik legnagyobb szellemi kihívás. Jó, említettétek a valóságot, és akkor ez jó alkalmat ad arra, hogy áttérjünk a következő témánkra, pár percünk lesz csak rá de azért érdemes egy kicsit mélyre ásni. itt már eléggé írástunk, azt hiszem, bár még egy-két óra biztos benne van. A jobb a térbeli rend felől közelíti meg a politikát, írják a legfrissebb kommentárban, azt hiszem Copfáronnak a cikkében, ugye? Míg a progresszív baloldal az idő dimenzióját hangsúlyozza. A folytatásban most arról beszélgetünk, hogy ez a különbség miként jelenik meg a hétköznapi politikai döntések során. És most azt hiszem, hogy a politikának a mély rétegeit fogjuk érinteni, hogy, hogy milyen távlati gondolkodás, vagy milyen, milyen helyi gondolkodás határozza meg a politikát. Jobb oldalon és bal oldalon. Térés idő. Zoli már utalt a rá a Goodhart alapján, amit a Frank Füredi, Lothar Fritze, egy kemnici professzor ugyanúgy mond, de egyébként a Thomas Piketty egész más oldalról az új könyvében globalistákról és nativistákról ö, beszél. Hát a, az Áron, aki, aki, egy egészen, egészen rabulejtő elme, ő, ő azt írja ebben a, a szövegében vitatkozva egyébként egy, egy baloldali szerzővel a, a kommentárban, hogy a konzervatívok topikussak, tehát a helyet, a, az ismerős tereket, mondhatnám azt is egy régi-régi egy dallal a közeli helyeket részesítik előnyben, és ezeken megtelepedve, talajmentén talaj maradva, és egy ott onnan kinövő munka alapú, család alapú kulturális összességet hoznak létre, és pontosan ez az, ami szemben áll, hát ugyanott vagyunk a beszélgetésünk elején, ami szemben áll azzal a, a globális mondjuk feloldódással, vagy a, vagy a helyek és a népek nemzetek összemosásával nyílt társadalom, például, amit az Áron úgy, úgy hív, hogy térforradalom, ami, ami a terek közötti határok, különbségek, népek nemzetek különbségének eltörlését jelenti. Ez szinte annyira erős párhuzamot állított fel az Áron, én szerintem egy új politikai gondolkodás logikája lesz ez, amit ő leírt. Mert hogyha a térről beszélünk, akkor az időről is kellene beszélnünk, és ugye ő azt emlegeti a cikkében, hogy, hogy valahogy a progresszív baloldal mindig a, a jövőbe veti a tekintetét, nagyon szépen elemzi az elejét, hát ez gyönyörű, ugye mindannyian láttunk annak idején a Lenin szobrokat, mindig a távolban néztek, Igen. közelre sohasem. Hirtelen azt, azt hittem, hogy azt fog elhangzni, az időről is beszélnünk kellene, és a vége az adásnak meg <síns> <síns> Csak ezért most, őt, most jöttem, még tehát, van egy kis terem. A... <síns> ez, szerintem ez is egy nagyon helytálló megállapítás, az, alap, az alapforrását abban kell keresni a kérdés feloldásának, hogy a, a, a amellett, hogy a térés időgondolkodása, a szocialisztikus típusú gondolkodásmódoknak, és én ide értem, hogy a liberális gondolkodást is, még a klasszikusat is, az alapvető egy ilyen eltérő élet és emberképük van a konzervatívokhoz képest. Az ilyen típusú szocialisztikus meg liberális gondolkodás az nagyon-nagyon szélsőségesen egyenlőségpárti egalitariánus. Tehát azt mondja, hogy nem csak a... Nem, nem, azt mondja, hogy nem pusztán az ember Isten és törvény előtti egyenlősége szent és sértetlen, hanem minden létező magatartási reflex, kulturális viselkedési kód minden egyenlő, minden érték egyenlő, az értékek között nincsen hierarchia, emberek között, szokások között sem lehet hierarchia. mindennek az egalitarianizmus alapján kell ö, működnie. És ebből az egyenlőségből, egy, ebből a radikális egyenlőség eszményből fakad az, hogy ők ö, az egyes emberben, vagy a helyben, a helyhez kötött emberben, ilyen lokális csoportokban nem tudnak gondolkodni, mert akkor térszerkezetileg óhatatlanul hierarchikus viszonyok alakulnak ki szerintem, hanem ugye mi fakad ebből a totális egyenlőség elvűsdiből, csak és kizárólag az emberiségben, a nemzetköziségben, az internacionalizmusban, a globalizmusban való gondolkodás, ami nyilván azt mondja, hogy azt az utópisztikus álmot, amit ők valóság helyett meg szeretnének kreálni, azt mi itt a Földön létre kell hozni, mégpedig úgy, hogy az egész emberiséget üdvözítésben részesítse, ami nem tűri meg azt, hogy nemzetekről, lokális csoportokról, a helyszeretetéről értekezzünk, hiszen az mindenképpen másodlagos. A nagybetűs emberiségben való gondolkodáshoz képest. Tehát. És ebből aztán csomó minden fakad, nemzetközi jogi standardok, nemzetközi szokások, olyan globálisnak vagy univerzálisnak tételezett értékek, amelyeket például a Demokrácia Export címszó alatt mindenkinek kötelező elfogadni. Talán ez is a címe egyébként a cikknek, ugye topikus jobboldal, utopikus, utopikus baloldal, oldal. Így, van, így van. Csak az idősz, hogy Heidegger írja a lét és időben, hogy a lét horizontja az idő és a horizontnak van egy sajátosság, hogy nem, ott vége van, látjuk, hogy ott, 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 lemegy a napot, és igazából ezt, ezt minden ember tudja, tehát ezt hamos Béla is erről ír nagyon hossza, hogy mi az élet legborzasztóbb dolga, az az, hogy a, a, az emberi élet az véges, és a végtelen az nem, mi nem lehetünk végtelen, és ez az igazán szörnyű, és ez az igazán felfoghatatlan mindannyiunknak, de ez az, amit fel kell fognunk, és ez az, amit mondjuk, a, amivel mi ezt át tudjuk hidalni, az a transzcendentalitás. Amivel az utópia áthidalja, az, egy, az, az itt a Földön megvalósuló végtelen, de a véges nem lehet végtelen, ez a borzasztó. Hát meg van ugye a Áron cikkében, ehhez Azért kapcsolódó, hasonló gondolat a gyökerekre, meg a gyökértelenségről is ott is. Azt mondja, hogy ha elszakítják az embert a minden nemű gyökerétől, hogy áthelyezték a, ezt a radikalizmust, vagy a, vagy a mindenek a kiinduló pontját az emberbe önmagában. Bocsánat, csak a radikalizmust itt értelmezzük ebbe, mert Igen. itt a, szót is értelmezzük ugye, hogy a gyökeres változás a radikalizmus. Igen, a Áron ezt írja a cikkéből, hogy a radikális kifejezésnek az eredeti igazából a a, gyökérrel vonható párhuzamba, és, és tényleg ebben a gondolatban van egy érdekesség, hogy az emberbe helyezik a mindenek a kiinduló pontját, és ez, ez a gender is ugyanúgy megfigyelhető, meg minden másban is, hogy minden relatív, és minden változó, és semmi sem állandó, nincsenek alapok, nincsenek értékek, nincsen viszonyítási pont, hanem, hogy nem minden folyamatosan változó, és talán ebbe a, a, valóságtól való teljes elszakadásba itt kapcsolódik a két gondolat, hogy, hogy, hogy míg a, hogy mondjam, a konzervatív jobboldal az egy reálszférában gondolkodik, úgy, hogy közben egyébként jelentős része hisz a transzcendens világban is, és a vallási identitása nagyon erős, míg a baloldal, meg ez a globalista oldal, Nak nincs viszonyítási pontja, hanem egy állandó progresszivitásban működik, aminek talán az egyetlen morigója a tömegeknek a befolyásolási tándéka. Ha jól értem, hogy ha az időről beszélünk és a távlatokról beszélünk, akkor a hagyományok azok nem érdekesek, ugye a múltat el lehet törölni. Hogyha a térről beszélünk és a valóságról beszélünk, akkor minden eltörölhetetlen, hiszen, ahogy Csóri Sándor mondta, a múlt nem mögöttünk van, hanem bennünk. Tudja, az Áron ebbe, a, nem ez, egy, ez egy új horizontot nyit az áron írása, tehát a most kevés időnk van sokat lehetne róla beszélni, ez, ez, egy teljesen új politikai, filozófiai meglátás, ez egy teljesen új paradigma, amit az áron felrajzol, és itt a, az idő azt írja, hogy a baloldalnak időmenedzsmentje van, és a baloldal mindig gyorsítja az időt, ez a progresszió, ugye ez, aminek a, a vége egy, egy teljesen új horizont, ahol nem megy le a nap, mint, nem, nem úgy, mint a Heidegger idézetben, a jobb oldal pedig helyekhez ragaszkodik, és azokban gyökerezik meg, hogy integráljam az egész beszélgetést, és ez, ennek a, ennek, a, kettőnek, ezt egyébként évszázados távlatba is egy kéziratba ezt, ezt az áron megnézi, és megírja, annyira, annyira új gondolat, hogy erről még nagyon sokat fogunk és nagyon sokat kell erről beszélni, amiről az Áron írt. Jó, hát akkor erre a beszélgetésre hívjuk Igen, majd a jó. nézőinket is, köszönöm a remek végszót és köszönöm nektek a ma esti beszélgetést. Köszönjük, Köszönjük. Köszönjük. Kedves nézőink, ez volt már a Kommentárklub adásunk, visszanézhető a mediaklik.hu per Kommentárklub oldalon és a Youtube-on is várjuk Önöket, jövő vasárnap is köszönöm figyelmüket, Isten Önöket!